Tamás Barnabás vagyok, Hunokváros polgármestere. A 90-es években kerültem a város élére, tehát 90-től 94-ig alpolgármester, majd 94-től pedig lenn polgármesterként vagyok mai napig. Én nem gondoltam soha azt, hogy én várospolitikus leszek, hiszen én 21 éven keresztül dolgoztam a Miskolci Fényképész Szövetkezetnél hivatásos fotósként, majd aztán egy választás során új elnök került a szövetkezet élére, akivel nem igazán sikerült kontaktust nyerni, hiszen ő nem a szakma belőlről jött, hanem egy külső valaki volt, és egy művész szakmában nem igazán szeretjük azt, ha a lőfösök parancsolnak, tehát innen indult az én politikai affinitásom, és talán az, hogy én akkor komolyan gondoltam azt, hogy nekem segítenem kell a konzervatív politizálást. Tehát ez volt 1986-ban, amikor váltanom kellett, és a Miskolci Fényképész Szövetkezettől a kispesti textilgyár tudnoki üzemébe dolgoztam. Oda kerültem, ott szakmunkás képzéssel és különböző olyan dolgokkal, munkás felvételekkel és minden olyan dologgal foglalkoztam, amely a gyárnak az előrevitelét segítette elő. Természetes dolog, 90-ben már a rendszerváltás után a választáskor indultam helyi képviselőnek, és a képviselő testület megválasztása után pedig a képviselőtestület úgy döntött, hogy engem választódnak város alpolgármesterének, és így 90-től 94-ig lettem az alpolgármester közben. 1990-ben viszont, 90. október 16-án már a választások után egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedtem, amelynek sajnos mai napig maradandó sérülését hordom magammal, és néha gátol is engem egy kicsit a munkámba, de talán ez serkentett engem arra, hogy megmutassam, hogy én azért többre vagyok képes, mint sem, hogy itt most abba hagyjak mindent. És alpolgármesterként a 4 év alatt úgy dolgoztam, különböző civil szervezetek megalakításával Putnokon, kerültem közelébe az embereknek még jobban, mint talán addig, hogy a városom fejlődését elő tudom én segíteni, és talán mint nem csak alpolgármester, hanem mint polgármester is képes leszek arra, hogy többet tegyek. Éppen ezért is már 94-ben indultam polgármesteri jelöltként. Putnok Gömör déli kapuja. Tehát senki nem gondolja ma Magyarországon, hogy Gömör még létezik. Pedig igen, 22 településsel még jelen van mindig az ország területén, északi területén. Putnok központtal létezik ez a kis város. Talán az ország egyik legszebb helyén helyezkedik el, és talán az egyik legszebb gömöri település is. És bizony akkor, mikor én polgármesternek választottak, úgy gondoltam, hogy ezt a települést valahol méltóan vissza kell emelni erre a gömöri szintre, amely korábban volt, hiszen a szocializmusban nem igazán volt kegyelt, kedvelt hely, hiszen Kazincbarcika is Orsz közé szorulva rajtunk keresztül fejlődött a két szocialista város. Éppen ezért próbáltuk azt a képviselőtestületre közösen az én irányításom alatt, hogy visszakapja a régi rangját, járási székhelyét Putnok városa, és igen, ez egy óriási eredmény volt, hogy romokban levert költségvetést, tehát eladósodott várost próbáltuk és helyre tenni, tehát visszaállítani a költségvetés egyensúlyát, valamint úgy fejleszteni, hogy az odaérkező embereknek is látványos legyen, hiszen valamikor a Selényi család kezdte építeni, fejleszteni Putnokot, és talán mondhatnám azt, hogy iskolaváros volt, azon kívül, hogy a szocializmusban a bányászkodás volt rá jellemző, de mi azért ezeket a patinás régi épületeket szépen helyreztettük és felújítottuk, természetesen pályázati pénzekből, majd próbáltuk úgy az intézmény rendszerét visszaállítani ennek a városnak, hogy az ténylegesen, tehát egy település központ, valamint egy térségi központ alakulhasson. Legnagyobb eredményemnek talán azt tudom, hogy a városrehabilitáción kívül el sikerült azt elérnünk, hogy
ugye most már január 1-től a városunk járási központi helyét visszaszerezte, visszakapta, és 26 településnek a központja, és innen kezdve nagyobb ugye az átutazás, nagyobb az odaérkező embereknek a létszáma, tehát ez egyszerűen azért is örvendetes, mert ez jelentkezik a kereskedelemben, és minden olyan más területen, ahol a város szempontjából ez elkerülhetetlen, valamint ugye viszik a hírünket, hiszen több olyan civil szervezetet alakítottunk, hoztunk létre, amely itt működik a város területén. Itt alakult meg Közép-Európa egyik legnagyobb eurórégió, a Sajórim eurórégió, amelynek az elnöke az én vagyok, és innen sikerül irányítani azt a több mint 1 millió embert, aki a Felvidéken, tehát a szlovák területen él, és itt Magyarországon 152 település tagja, míg a szlovák oldalon pedig 250 település. Én úgy gondolom, hogy ha ezt sikerül nekünk továbbfejlesztenünk, már pedig lehet sikerül, hiszen most 4 nagy várossal, Tornalja, Ózdrima, Szombat és Putnok létrehoztuk a Sajórima EGTC-t, amely most már a teljes Európa Unió tagjaként szerepel, valamint minden egyes tagország elfogadja az EGTC-nek a működését. Én úgy érzem, hogy amit mint polgármesternek sikerült megvalósítanom, ezt értékelték a választópolgárok, értékelték a putnokiak, hiszen 2010-ben országgyűlési képviselői választottak. Úgy gondolom, hogy minden ember életében fontos szerepet tölt be, ha a munkájának sikerei vannak, és azt elismerik mások is. Hát azon kívül, hogy a lakosság, tehát Putnokváros polgárai elismerik azt, hogy valamit tettem és tevékenykedtem a városunkért, azzal, hogy újra és újra megválasztanak polgármesterként. Nagyon nagyra értékelem azt, hogy 2001-ben belügyminisztériumtól, tehát a belügyminiszter úrtól kaptam ugye olyan kitüntetést, amelyet azért nem mindenki volt. Ezt mondjuk köszönhetőt érdemi ennek az ezüst fokozatát. Én úgy érzem, hogy azért ez egy elismerés már valahol a szakma területéről is, hiszen ott, ha a belügyminiszter elismeri azt, hogy önkormányzati vezető, városvezető tevékenykedett, azért azt nem mindenkinek adják úgy oda. Ez egy nagyon nagy dolog volt számomra, nagy lökést adott, és a továbbiakban is így kezdtem aztán tevékenykedni, de csak saját városomnak, hanem a térségnek is feleljek meg. Ennek köszönhető aztán a későbbi sikerünk az a motiváció, hogy ugye tehát különböző civil szervezeteknek a vezetőjévé választottak, valamint országosi képviselőnek. Most ugye a törvény meghozatalával más motivációk lépnek életbe, hiszen tehát 2014 után választani kell, hogy vagy országosi képviselő, vagy polgármester szeretne valaki maradni. Én letettem a lantot a városom mellett, és én úgy döntöttem, hogy én 2014-ben polgármester szeretnék még lenni, még legalább egy cikluson keresztül, tehát azokat a megkezdett munkálatokat befejezni, amelyeket korábban elkezdtünk, vagy elkezdtem, és hogyha ez megvan, akkor én úgy érzem, hogy a következő ciklus végén már nyugodtan teszem rá lantot, természetesen akkor, ha a városom is így gondolja, és majd 2014-ben megválaszt polgármesternek. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ahhoz, hogy az ember sikereket sikeres legyen az életében, nagyon sok múlik minden kis momentumon, de a legfontosabb az, hogy az ember mögött egy biztos család álljon, egy biztos feleség, aki a várospolitikában, a nagypolitikában is figyelemmel kíséri, hogy mit, hogyan tesz, és ad olyan javaslatokat, amelyeket esetleg más emberektől nem tudunk megkapni, majd éppen nem az igazi dolgot kapjuk meg, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a polgármesternek nem mindig az igazat mondják meg, szemében egészen másként viselkednek, mint esetleg a háta mögött, de az igazi tükör az mindig az a partner, az a feleség, aki ott áll szorosan mögöttem, és ő mindig fölhívja a figyelmet arra, hogy mire kell odafigyelni, mi az, amit esetleg nem jól csináltam, és mi az, ami a jövőben talán nagyobb motivációt adhat nekem. Én úgy érzem, hogy sikerének a legalább 60%-át köszönhetem, tehát a családomnak, 2 gyermekem van, 2 felnőtt gyermekem, és egy unokám, aki
a Jóisten már 6 éves korig segített, és most remélem, hogy talán még több unokám is lesz, hiszen mind a két gyermekem már férni van, megnősül, és bízom benne, hogy a Jóisten segít engem ahhoz, hogy majd később, idősebb napjaimban, tehát a nyugdíjas napjaimban azért legyen kivel foglalkozom, legyen ki, aki majd rám néz az elkövetkezendő nyugdíjas években. Tehát az indítatást azt mindig a szüleitől kapja az ember. Hogyha dolgos, becsetes szülei vannak, akkor az ember arra törekszik, hogy ő is azzá váljon. Én egy bányász családból származom, édesapám bányász volt, a ketten vagyunk testvérek az öcsémmel, és mikor engem útjára engedett a család, akkor mindig azt mondta, hogy fiam, figyelj oda másokra. Tehát ne csak magaddal törődj, ha másokkal is. És talán ez motivált engem mindig, hiszen így is indultam neki, és az egész életem erről szólt, akkor is, amikor hivatásos fotós voltam, akkor is, amikor személyzeti vezetőként vagy vezetőként dolgoztam a kis textben, akkor is, amikor tehát politikussá váltam, várospolitikussá, sőt pártpolitikussá, mindig az motivált, hogy az emberekkel hogyan tudok kontaktust teremteni. Ez egy családindítatás volt, ezt az ember a szüleitől kapja, azt látja, hogy egy közösségben hogy lehet élni, nem veszekedni, nem összeférhetetlenkedni, hanem hogy lehet mindig a konfliktusokat megoldani. És talán ez volt az első olyan dolog, amely tényleg nagyon jól sikerült, aztán utána jön természetesen az embernek a családja, és az a család, amelyel elindul az ember az életében. Én második házasságomban élek, és az első házasságomból van a két gyermekem, és példaértékű az, hogy a második házasságomban anyukként szeretik a feleségemet a gyermekeim, ami tényleg azt jelenti, hogy egy óriási dolog, hogy azon kívül, hogy ők ugye, tehát nincsenek úgymond vérszinti kapcsolatban, mégis azt tanulták meg, amit kaptak fiatal korukban, gyermekkorukban a családtól. Sajnos az édesanyjuk az meghalt, viszont a jelenlegi házasságom, ami már ugye 19. éve élek ebben a házasságban, és talán azóta, mióta egész komolyan politizálok, és pártpolitizálok, és település politikát folytatok. Itt az a dolog, amelyet már az előbb is elmondtam, hogy bizony nagyon lényeges, hogy ki áll mögöttünk. Tehát egy feleség, a két gyermekem, önmenyen mindenki támogat engem ebben. És azért is örülök annak, és azért is keresem a szabadidőben a foglalkozásomat is, tehát inkább azt mondanám, hogy nekem a hobbim az a munkám elsősorban, de kertes házban lakom Putnokon, és mindenem a kertem, tehát ez a szabadidőben a legtöbbet, amit itt eltöltök. Egy nagyon nyugodt kis szabadidős, úgymond parkoznak lehet mondani, kicsiben, hiszen ebben minden növényzet megtalálható. Rengeteg növény, több mint 200 virágzó növényen van a portán, ami tényleg egyedülállónak mondható ott a városomban. Ez azt jelenti, hogy nem csak én szeretem persze ezeket a növényeket, és a szabadidőmet nem csak ezzel tartom, hanem a feleségem is besegít ebbe, és természetes minden olyan dolgot szabadidőként el tudok képzelni, amely amellett, hogy engem szórakoztat, az a városomat is szolgálja.